Orsolyanapi Fesztivál szervezett Kőszeg. Kőszegfalviak baráti köre süt, főz. Milyen ételek készülnek itt? Hát kérlek szépen, a szokásunkra megkíván híven sváb ételekkel jöttünk. Véres hurka, májas hurka, tisztó sajt, ezzel a készülünk mindig, és házi süteményekkel készültünk már több éve erre a vásárral, és úgy érzem nagy sikerrel, mert a tisztó sajtunk, illetve a presswurst, svábosan mondva, az már el is fogyott. Kik sütötték ezeket a gyönyörű szép süteményeket? Hát a kőszegfalvi asszonyok. Hát nagyon szépen tudnak sütni. Ilyenkor hogyan, miképp szervezitek? Önkéntes alapon, vagy felkértek erre kőszegfalviakat? Önkéntes alapon, és már megvan az a társaság, aki minden éven süt, és mindig újabbak jönnek hozzá, mert látják, hogy amit itt mi eladunk, abból ők is részesülnek, mert a rendezvényeken, az itteni adományokban a rendezvényeinket támogatjuk. Milyen eredményt vártok a mai naptól? Már itt szó volt egy kicsit a pénzről. Mennyire tudja ezt finanszírozni a kőszegfalvi rendezvényeket? Hát ez a rendezvénynek talán olyan 10%-át tudjuk finanszírozni. Hát akkor további nagyon jó munkát, és hát sok vendéget. Hát köszönöm szépen! A villa, a kanál, a tányér, meghalok a babámért. A villa, a kanál, a tányér, meghalok a kabámért. Ha bemegyek, a konyhába bent leszek, ha kijövök, a konyhából kint leszek. Ha villan a kanál, ha tányér, meghalok a kabámért. Azt az információt kaptuk, hogy itt a legjobb a forralt bor és a csebab. Így van. Ez attól van, hogy kitűnő kőszegi vörösborból készül,
nagyon kevés vízzel, nagyszerű fűszerekkel. A cseva pedig különlegesség. Négyféle húsból, ajvárral, húsleveslével és pitában bele tálalva. Nagyon kisebb és nagyobb adag. Kinek hogy tetszik? Négyféle hús, milyen húsok ezek? Ez az, amit nem árulunk el. Tehát ez a titok, ami titok marad. Ide jönnek minden évben, és minden évben elfogy minden. Úgyhogy délutára már nem biztos, hogy marad. Holnapra még tudtok valamit sütni, főzni? Hát attól függ, hogy tényleg, hogy alakul a mai nap, de mivel jó idő van, és rengeteg a vendég. Valószínű, hogy mi befejezek a mai nap. Ha sikeres valóban, és sikerül mindent értékesíteni, eladni, akkor a bevételt mire szánjátok, mire fordítjátok? Oda ki is írtuk. Van nekünk egy Zora nevű hajnal, azt jelenti magyarul, Zora nevű kórusunk, és bizony a ruhák, ruházat, csizmák elég sokba kerülnek, erre fordítanánk a pénzt. Hát akkor minél több vendéget kívánunk, hogy szépek legyenek a ruhák, cipők. Köszönjük! Az ifjúsági tűzoltók itt nagyon sokféle dolgot árosítanak. Ti mit árosítotok? Hát leginkább sütit, meg almát. Kik készítették ezeket a süteményeket, honnan van az alma? A süteményt ezt közösen készítettük most a tegnap délután, illetve a tegnap délután folyamán. Az almát azt viszont úgy szedtük mi magunk, és úgy tettük zsákokba, aztán hoztuk árulni. Van-e még, amit már láttam, hogy valamit még ott dugdostak, árusítottok, mi az? Igen, ezt cicegének hívják, ilyen krumpliból készült, hát nem is tudom, ilyen lángos féleség, nem tudom, mire mondani. Azt árusítunk még, illetve üdítőket a kisgyerekeknek. Te már megkóstoltad azokat, amiket árusítotok? Igen. És mi ízlett legjobban? Hát a cicege. Hát akkor jó cicegézést! Paprika só, szó, ami szó, pörköltök össz, csak is ez a jó. Marha gulyás, birka gulyás, csak csípősen, finom igazán. Jöjj ide bátran a konyhába, megkavarom neked száz számra. Paprika só, szó, ami szó, pörköltök össz, csak is ez a jó. Jó napot kívánok, jó munkát! Mi föl itt a kondírba? Hát ez ilyen pincepörkölt, gombás, csülkös pincepörkölt lesz. Ez, ha jól láttam, a fúvószenekarnak a standja. Ezek szerint a zenekaristák tudnak főzni is? Hát igyekszünk, közbe szoktunk. Most már hagyományosan ezen az orsolyanapi vásáron mindig főzünk egy kis házi kosztot. Mindig ezt a gombásat csinálják, vagy más-más? Nem, mást is szoktunk. Babos, káposztás. Mindig más. Mindig más, minden évben más. Tavaly borsostokányt. Igen. Előtt meg ilyen babos káposztát. Babos káposztát. Igen. Mikor készül el? Hát már most kész. Már lassan kész. Kész. És mit várnak a zsűritől? Minél jobb eredményt. Hát akkor csak hajrá, minél jobb eredményt. Piros volt a paradicsom, nem sárga, elhagyott a felesége vasára. Gyere babám, főzök néked valami, csak gombol ki a sejem inget elején. Ma kivételesen nem cefrét főznek, hanem mit? Babgulyást, öreg cefre módra. Mi a titka a babgulyásnak, öreg cefre módra? A titka az, hogy nincs titka, hagyományos recept alapján. Körülbelül hány adag lesz ebből a cefrék? Jó fognak ebből lakni, az öreg cefrék? Bőven, hát egy 50-60 adag körül van. Igen. Látom, most már nagyjából kész is van, zsűrizni is fogják. Várnak valami eredményt? Természetesen, hát már megbecsült tagjai vagyunk itt a főzőversenynek. Szóval mikor, hogy sikerül, valamikor jobban, valamikor természetesen rosszabb. Mi volt idáig a legjobb eredmény? Harmadik helyezett. Hát akkor hajrá, most is legalább egy bronzérem, ugye? Igen, köszönjük. Akkor jó munkát! Köszönjük szépen! Leves fűszer, a paprika, meg a csilipor, torma ment a majoránnak, kömény meg a bors. Koriander ám is, íz a leves már is, a losz beízlet bátran, ez nem kutya sors.
Gulyás lebben csorba, megy ez a gyomorba, leves enni elfelejtsd, légy ragaszkodó. Azt mondta, hogy titok, nem árulja el, mi van benne, de azért nagyjából megmondhatná, hogy mit főznek. Azt elárulom. Ebbe katlanban csülök pacal gulást csinálunk. Az csülök, a sertés csülök, kicsontozva, apróra összevágva, és pacal. És a másik katlanban mi készül? A másikban egy körömpörkült, a sertés lábocskák, sertésbőr és sertés lapocka hús. Abban van összeállítva, és a fűszerzést azt nem lehet elárulni, mert az benne van a kezemben. Azt nem tudom. Minden mi valamit. Én nekem, mink járunk Szlovákián, sokat járunk versenyökre, és sok díjat nyertünk. Igen. És még járunk a Mosó-Magyaróvár mellett Halászira már 5-6 éve. És 5-6 éve járunk oda, és ott na is tavval elvittük a első és a negyedik díjat, 22 katlamú. Az szép volt, igen, köszönjük. Úgyhogy sok díjat elvettünk, és én vagyok a főszerkesztő és a főszerező. Igen. Látom, a nyakában valami értékes csizmalóg. Ez, hogy ide van írva, hogy egyet este, de én reggel kezdem. Akkor önnél reggel is este van, meg este is reggel. Igen. Ez egy kupica, valaki azt hiszi, hogy sok. Ez 0,2. Ez nem sok, csak vastag a üveg. Én járok sok disznót ölni, és ezt hordom magammal, mert mindig, ha öntnek fél deszit, az sok. Aha. De ebből kicsibű megihat többet, és nem történik semmi baj. És itt is úgy van. Ha fél decit öntnek, 3 fél deci után már forog a fejed. Ebből megiszok 5-öt, és nem forog a fejed. Itt egy értékelése is lesz az ételeknek. Mondta, hogy a versenyeken általában nagyon jól szerepelnek. Mit várnak itt Kőszegen? Tessék? Mit várnak itt Kőszegen? Milyen eredményt? Nem tudjuk, hogyan fognak a népek megdicsérni. Meg kell neki kóstolni. Adunk neki kóstolni, és aztán megmondják a véleményüket. Köszönjük szépen. Szívesen. Egészségükre. Magyar konyha, magyar szakács, nem kell más, rajtunk múlik a kínai, majd bezár. Magyar fülbe, magyar óta, ez nagy kincs, a világon bármerre jársz, párja nincs. Egy óriási nagy üstben készül itt ez a, amit látok, hogy van benn bab, van benn káposzta. És van benn csülök és házi húsos kolbász. Hát ez valami isteni finom lehet. Hát reméljük, hogy finom. Esetleg milyen a fűszerezése? Bors, kis csipős paprika, köménymag, babérlevél. Többit adja a savanyú káposzta. És ezt meg lehet csinálni egy 3 literes lábosba is, vagy csak... Egy literesbe is. Persze, csak hát akkor annyit kell mindenből belerakni, mindenből ki kell kevesebbet. És ez 60 liter, igen. Ez sok. És milyen egyesület nevében, vagy milyen színben? A Jurisics Miklós gimnáziumnak a kiküldetésében vagyok. Igen, és hát úgy nézem, hogy itt nagyon ízlik ez az étel, mert sokan sorba állnak. El fog fogyni, mert nagyon nagy ez a... Hát, ha nem fogy el, akkor hazavisszük. De reméljük, hogy elfogy. Gyertek enni, ne menjetek el. Reméljük, hogy elfogy. Magyar fülben, magyar lóta, ez nagy kincs, a világon bármerre jársz, várja nincs. Thank you.
Október 24-én és 25-én rendezték meg Kőszegen az Orsolya napi vásárt. A Naturpark ízeinek megismerése mellett vásárral, kulturális programokkal és főzőversennyel várták a kilátogatókat. Milyen termékekkel várják itt a standnál a kilátogatókat? Hát ez egy olyan nagyszerű rendezvény, ahol igazából a Naturpark összes település és kézművesei mindenféle finomsággal, étellel, itallal várják az embereket. Alapvetően nyilván a gesztenye, mint őszi termény, búcsúztató vásár, tehát a sütőtökkel, a gesztenyével készült ételek és nagyon finom sütemények várják a látogatókat. Bár a sütőtökkel készült ételek és a sütemények épp úgy megtalálhatóak, a dió, a lekvár és mindenféle finomság, illetve hát nyilván a civil szervezetek süteményei mellett a nemzetiségek ételeit is meg lehet találni, a horvátok jellegzetes sevapcsicsáját, vagy a kőszegfalvi nemzetiségi németeknek a saját kis cigenurliát, a saját süteményét, illetve a svábkurkáját. Ezek a kóstolók, ezek mind a standokon ma és a holnapi napon megtalálhatók nálunk. Elégedettek a kilátogatók számával? Igen, én azt gondolom, hogy elégedettek vagyunk, bár minden évben vannak olyanok, akik különböző időpontokban jönnek, és akkor vagy abban az évben, vagy az előző évben volt szerinted több-kevesebb a látogatói létszám. Az idei év azt gondolom, hogy mindenféle szempontból nagyszerű, először is nagyon jó az idő, ez borzasztóan befolyásol minden szabadtéri rendezvényt, főleg október végén ez problémát jelenthet. Ebben az évben gyönyörű napsütéses, bár egy kicsit hűvös idő van, úgyhogy a látogatói létszámmal szerintem problémánk nem lehet, és nagyon sok a turista a városba. Nem csak a helyiek látogatnak bennünket. Az önök standjánál folyamatosan érkeznek a kilátogatók, illetve a vendégek. Mi az, ami a legjobban fogy ennél a standnál?
Alapvetően mi két dologgal vagyunk itt jelen, ugye egyrészt az Irotkő Naturpark nyilván saját terményekkel, illetve saját süteményekkel jelentkezett, az egyesületi tagok felajánlanak különböző finom süteményeket, amiket adománygyanánt gyakorlatilag bárki megkóstolhat, illetve elvihet, és mint Turinform iroda is kint vagyunk ezen a standon. A hosszú hétvégén a Turinform iroda a picike létszám miatt zárva van, de természetesen bárkinek rendelkezésre járunk információval, úgyhogy egy sütemény, egy turista tanács, egy hegyi túra ajánlat és egy másik sütemény, ez most így néz ki ezen a két napon. A kilátogatókat a régi sváb hagyományos ételekkel, amit 278 éve költöztünk ide, megtartottuk ízünket, kultúránkat, véresurka, málasurka, présurka és helyi sütemények, ami főleg a cigeludli, ami nagyon híres a svábok között. Népszerűek az ételek? Sokan megfordultak már itt? Nagyon sokan megfordultak, amit lehet látni, már minden elfogyott, már most egy ilyen kiárusítás van, hogy a kedves vendégeket még, akik többet vásároltak, itt megkínáljuk. Minden évben ki szoktak pakolni? Minden évben ki szoktunk pakolni, és jövőre szándékozunk egy nagyobb sátrat idehozni, és több ételt hozni, több sváb ételt. Attól függetlenül, hogy ma elfogytak az ételek, holnap is jönnek? Holnap nem jövünk, mert nem úgy tervezünk, csak annyit készítettünk, amit egy napra. Holnap meg ha egy-két fiatal szakás a jövőre a főzőversenyre is szeretnénk benevezni. Ma reggel ugye nyitásra 9 órakor jöttünk, hát 10 órakor kezdődik ez a úgynevezett orsolyavásár, azóta sütjük a gesztenyét, és ma és holnap, miután két napos rendezvényről van szó. Mennyi finomsággal készültek? Hát finomsággal mi nekünk ugye gesztenyénk van, saját borunk van, a saját borból készítünk forralt bort, készítünk nyersbort adunk, és az új borból, mert a borok azok még tavalyiak, az új borról pedig musttal tudunk szolgálni a kedves vendégeknek. Sokan megfordultak már itt a stand? Ó, rengetegen megfordultak, hisz tetszik látni itt, nem bírjuk sütni, most is üres a kis úgynevezett zsomborunk, amiben beletesszük a gesztenyét, mert igazából az lenne jó, mikor ezt betakarjuk, még itt van a tetejére egy fólia, kicsit bedunsztolódik a gesztenye, és akkor puhább lesz, kellemesebb lesz a fogyasztása, de szinte nem érünk rá arra, hogy bedunsztolódjon, mert a vendégek jönnek, viszik a nagy nagyon finom gesztenyét. Minden évben itt vannak? Hát kérem szépen, amióta az Orsolya vásár megnyílt, azóta mi minden évben itt vagyunk. Mi ugye kifejezetten nagy gesztenyésünk van, mi velemiek vagyunk, és velemből két héttel ezelőtt a velemi gesztenye ünnepen is ott voltunk. Kenyérlángos, azaz langalló, és olajban sült aranyszallagos néven futott le ez lángosunk. Milyen fajták vannak ebben? A kenyérlángosból tudunk adni tejfölszalonna hagymasajt, ez a sima, és pluszfeltétel a zöldhagyma, paprika és paradicsom. Mióta foglalkoztak ezzel? 10-15 éve csináljuk. És van valami titka az ételnek? Mindennek le van védve receptje, úgyhogy ez titka van neki, igen. Jó, mint nem árulhatok el. Kőszegen itt mindig itt vannak ezen a rendezvényen? Igen, tavaszon, ősszön, meg nem tudom, hogy ahányszor van itt ünnepség, azért igen, csak itt szoktunk lenni. Szombaton 8 csapat nevezett be a főzőversenyre. Borsos gombás tokány készül, a fúvózenekar készítménye. Csapatmunka? Csapatmunka, igen, többen készítettük. Nagyon korán keltünk, úgyhogy nagyon finom lesz szerintünk. És milyen helyezésre számítanak? Hát a legjobbra, bízunk benne. Vargányával, borsóval, hát a húst azt, az is natur. Mi készül a kondérban? A kondérban egy vörös babos, paprikás, sülkös paprikás krumpli készül. Ami így néz ki, látszatra, és ezt azért találtam ki, úgymond, mert már a pörkölt, meg a gulyás, az már mindenhol olyan, az már olyan egyforma, mindenki azt főz, és gondoltam, hogy valamit újítunk, és most ez jött ki belőle. Kőszegért Egyesület nevébe indulunk. Babgulyás készítünk, öreg ceffre módra. Módjára, így van. És visszatértünk úgyis a babgulyásra, mert hova voltak sikereink régebben. Másodikak, harmadikak lettünk, úgyhogy most reménykedünk benne, hogy ismét valami jó helyezést elérünk. A malacot azt úgy vesszük,
utána az le van bökve rendesen, mint a rendes disznőlés, meg van pörzsölve. Egy hétig, három napig általában páclébe tesszük, és utána a páclé után, mikor lecsöpögtetjük, leszárítjuk, utána befűszerezzük külön fűszerkeverékkel, és akkor mielőtt föltesszük, ugye le van törölve, rajt vannak a fűszerek, és akkor föltesszük a vasra, földrótózzuk, és akkor mikor már két órán keresztül először csak melegítjük a húst, hogy rendesen átgőzülődjön, és utána pedig elkezdjük szorosabban sütni, hogy ropogós legyen a végére. És sörrel és olajos fűszerkeverékkel öntözzük, meg szalonnával dörzsöljük. Ez a malac. És általában egy malacnak az elkészítése legalább 8 óra, minimum 6 óra kell ahhoz, hogy teljesen átsüljön. Ennyi a malacnak a lényege. Őrségi savanyú káposzta. Azért őrségi, mert a nagyszüleim őrségiek, és az őrségben volt szokás, hogy a helyileg otthon savanyított káposztát disznóléskor megfőzték, és akkor dagadóval ízesítve, illetve bürkével ízesítve készítették el, és amitől az őrségi, hogy ez paradicsom is kerül bele, tehát paradicsom lé, vagy paradicsom sűrítmény is kerül bele, amit nem mindenhol ismernek, illetve csodálkoznak rajta. És egy kis rántást kap, és ízesítésben, ami érdekesség, hogy csombor is került bele. Nálunk inkább kakukkfűnek mondják, tehát egy kicsit ezzel van megvadítva, hogy még finomabb legyen. És milyen csapat színeiben indul? Ez a Kőszegi Hajnalcsőr Néptáncelütes Alapítvány boszorkány konyhája. Milyen helyezésre számítanak? Hát természetesen az elsőre. Első évben elsők voltunk, második évben másodikak, most nem szeretnénk harmadikak lenni. Nem gondoltuk, hogy egy-kettő, tehát így megelégszünk, hogyha ez így történik. A tejfölös gombás pulykagulyást főzünk. Beneveztünk a versenyre, a főzőversenyre, hát majd meglátjuk, hogy milyen eredményt érünk el. Kinek a nevében neveztek? A Nemesújó önkormányzat. És van valami különlegessége? Igen, hát ez különleges, mert ilyen nem nagyon főznek ezen a környéken. Úgyhogy ez a mi specialitásunk. Valami különleges hozzávalók is vannak? Hát ilyen gomba, akkor pulyka, akkor ilyen tészta van bent, ez a eperlevél. És hát a különös, meg szegfűbors, ami a különleges iszt ad neki. Számítanak valami magas helyezésre? Nem számítunk magas helyezésre, csak a részvétel a fontos. Hát kicsit eltértünk a hagyományainktól, és úgy gondoltuk, hogy változatosabbá kell tenni az orsainapi kínálatot is, és a pörkölt helyett, vagy a tokány helyett most egy úgynevezett májas pacalt készítünk huszármódra. Mit jelent az, hogy huszármódra? Hát ez egy kicsit talán hangzatos. Rendkívül sok fehérje és tápláló anyag van benne, ami a huszárossághoz, a férfiak huszárosságához szükséges, és az ebben megtalálható. Előkészületek már tegnap elkezdődtek ehhez? Igen, sok időt igényel, úgyhogy gyakorlatilag tegnap már 10 órán keresztül főztük magát a pacalt, és aztán ma reggel folytattuk. De remélem, hogy megéri a fáradtságot. És milyen helyezésre számítanak? Hát mindenképpen a különleges ételek kategóriában az elsőre. Nincs a földön jó gyerőre, jó íne. Hely barátom, honfitársam, bortigyár. Csak igyál, és egyél.
Kérlek, tisztelte, a Kőszeg Hegyalja Idegenforgalmi Egyesület alapító elnökeként készítettem ma egy vörösboros, gombás, vörösboros, marha, lábszár pörköltöt, tehát az egyesületünk színeibe, és hát mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, hogy jöjjön, kóstolja meg ezt a csodálatos ízeket, ezt az ízharmóniát. És van valami különlegessége? Hát abszolút. A középkor ételeit szoktam hobbiként otthon készíteni. A középkorban az édes, a sós, a savanyú, a keserű és a csípős ízek minden nap nagyon fontosak voltak. Ezt úgy értékel ebben a korban, hogy nagyon sok mézet, gyümölcsöket és bort használtak az ételek a húsok elkészítéséhez. Hát itt is mi természetesen kékfrankos borral ízesítettük ezt a finom pörköltöt, éppen még egy kicsit szotyog is, de eddig még egy falatka sem jött vissza, amit kóstoltak vendégeink. És milyen helyezésre számít? Hát kérem tisztelettel, mivel hobbiként és örömből teszem, amit teszek, magát a zenét is, és magát a főzést is, így a helyezés az nem számít, csak hogy üres legyen minden tányér. Lezajlott a Naturpark Ízei Gasztronómiai Fesztivál orsolynapi vásárnak a zsűrizése. Nagyon nehéz dolga volt ma is a zsűrinek. Hárman voltunk, Somogyi Né Kati, az Írott Kő Naturpark titkára, Mészáros Imre Baraton Almádiból, és jó magam Tóth Katalin, az Írott Kő szállóból innen Kőszegről. 8 féle ételt kóstoltunk meg, 8 civil szervezet készült a mai napra. Volt, aki már bizony hajnalban kelt ahhoz, hogy elkészüljenek ezek a finomságok. Az alapkategóriák, amiket meghirdettünk, a legízletesebb gulyás, a legízletesebb pörkölt, az újdonság íze, a hagyományos ízek, és készültünk 2 új kategóriával, a házias ízek, és a legfinomabb pecsenye, mindegyik megtalálta a hozzáillő ételt, mindegyiket kiosztottuk. Az ételek többségében dominált a vargánya, ugye, mint kőszegi hagyományos gombaétel, marhahús, disznóhús, pulykahússal is találkoztunk, nagyon érdekes volt a nemes csólyak próbálkozása, pulykahúsos gulyás, amiben különleges fűszereket is találtunk, mint a szegfűszeget és a tejföllel párosítva. A hagyományos ízek közül kiemelném a tokányt, amit a fúvósok készítettek, ez nagyon finom volt, ők is megbolondították egy kis vargányával, illetve a Kőszeg Hegyaljai Idegenforgalmi Egyesület pörköltjét, ami egy alaplábszár pörkölt volt, szintén gombával elkészítve, ez nagyon jól sikerült, nagyon szaftosra. A mai napra a számunkra legkülönlegesebb étel a Kőszegi Önkormányzat polgármesteri hivatal által készített pacalos, májas kompozíció volt, aminek mind a szaftja, mind az íze, annak ellenére, hogy nem mindannyian rajogtunk a pacalért, de mindannyian megkóstoltuk. Ez nagyon különleges és nagyon finom étel volt, illetve ennek az elnevezése, és ez a huszárosan készített, ez nagyon találó volt a cím. A legjobb gulyás kategóriájában a nemes csólyak nyertek, akik egy nagyon különleges ételt készítettek el nekünk, egy pulykagulyást, amit szegfű borssal ízesítettek. Gratulálom! A második hagyományos kategóriában a legízletesebb pörkölt a Bistei Béla Zsolt úr, a Kőszeg Hegyaljai Idegenforgalmi Egyesület képviseletében főzött egy nagyon finom marhalábszár pörköltet vargányával. Úgyhogy gratulálunk neki! Meghirdettünk egy újdonságok ízét, ami nagyon meglepett mindannyiunkat, mert nagyon különleges ételt kóstolhattunk a Kőszegi Önkormányzat polgármesteri hivatal készítésében. Egy májas pacalt, huszárosan. Hát akkor üdvözöljük a főhuszárt, aki elkészítette nekünk ezt a finomságot, gratulálunk. A házias ételek kategóriájában a Hajnalcsillag együttes nyerte meg a díjat. Nagyon érdekes volt a sok fűszeres étel után kóstolni az ő tolos káposztájukat, ami egy nagyon könnyű és savanyú íz volt. Gratulálunk hozzá! Készítettünk egy új kategóriát, a legízletesebb pecsenye. A versenyen kívül elindultak a hordászok azzal az isteni malac pecsenyével, malacsülttel. Úgyhogy gratulálunk nekik, ők nyerték meg ezt a díjat. Az elsőként
postolt helynek a legnehezebb a dolga. Most a tőszegi fúvósok voltak, akiket először postoltunk meg. Egy nagyon finom, hagyományos étellel a tokánnyal, úgyhogy a hagyományos ételek díját ők nyerték meg. Gratulálunk a fúvósoknak! A két csapat, akiknek végazdékként felajánljuk a Hami, Csabi Hami műfélnek az 1000 forintos díját, ők az Öreg Centrék és a Kőszegény Egyesület. Köszönjük szépen nekik is a szépen.